Jól kezdte a mérkőzést a házigazda, 5 perc játék után már 10 ponttal vezettek a cápák, az első szünetre pedig 24-10-es állásnál vonulhattak le a játékosok. A második negyed sem hozott változást, a sokat cserélő hazaiak sorra szerezték a kosarakat, és a nagy szünetig elérték az 50 pontot. A harmadik negyed bizonyult a legszorosabbnak, de 3 ponttal azt is megnyert a Nyíregyháza, amely a meccset végig uralva magabiztos győzelemmel hangolt a héten ráváró két idegenbeli rangadóra. Azt kértem, hogy azért vegyük komolyan a mérkőzést, próbáljunk egy jó ritmust játszani. Ezt be is tartották a fiúk. Mi azt terveztük is, el is mondtam nekik, hogy szeretném a kulcsjátékosokat pihentetni, hiszen szerdán is, meg szombaton is játszunk. Ez is sikerült, hogy, és örülünk a győzelemnek. A vendégek edzője elmondta, hogy a két csapat egészen más célokért küzd, és ennek tükrében elégedett a látottakkal. Teljesen reális a két csapat közti különbség a mai mérkőzésen. Hát minden mérkőzésre természetesen úgy érkezünk meg, hogy nyerni szeretnénk, viszont alapfilozófia ennél az egyesületnél, hogy a fiatalokat próbáljuk játszatni. Elég sokat játszottak ma a fiatalok, és nekik nagyon hasznos volt, hogy jó kosárlabdázók ellen tudnak majd pályára lépni. Ezt az utat folytatjuk, és a jövőben próbálunk minél több mérkőzést megnyerni, úgyhogy a fiatalaink a pályán vannak. A nyíregyháziak legeredményesebb játékosa a 20 perc alatt 17 pontot szerző Kis Benedek volt. A 19 éves, az év elején körbendőlt Nyölcsönbe érkező kosaras harmadik meccsét játszott a nyíregyházi színekben. 11 éves koromban kezdtem el kosárlabdázni, Ércsek István és Kocsis Tamás volt a nevelőedzőm. Aztán az utánpótlást azt végig körmenden csináltam az U20-ba is, illetve volt lehetőségem a felnőttbe is játszani, és most kerültem ide Nyíregyházára. A vendégeknél a nyíregyházi nevelésű Jakab Péter 13 pontot szerezve bizonyult az MTK legjobbjának. Mint elmondta, a két csapat jelenlegi helyzetét tekintve nem volt több számukra a mérkőzésben. Azt kell, hogy mondjam, hogy egy reális eredmény született. Ez a Nyíregyháza egy nagyon jó csapat, kiemelkedik a mezőnyből, mint fizikálisan, mint játéktudásban, és bár kicsit szomorúan, igaz, ilyenkor szoktam mondani, hogy az egyik szemem sír a másik nevet, mert ugyan mi kikaptunk, de a Nyíregyházának azért nagyon örülök, hogy ilyen stabilan vezetik a bajnokságot. Az NB1B piros csoportjának tabelláját a Nyíregyháza vezeti 13 győzelemmel és egy vereséggel a 13-3-as mutatóval rendelkező BKG Prima Akadémia előtt. A kék cápák szerdán a Vasas Akadémia otthonában, szombaton pedig Salgótarjánban lépnek pályára.